Ebben az epizódban a Székesfehérvár mellett található Seregélyesre, a Zichy Hadik kastélyhoz látogatunk, mely gróf Zichy Ferenc a monarchia pénzügyminisztere kezdeményezésére épült 1821-ben. Hadik János birtokába felesége Zichy Alexandra grófné révén jutott. Utolsó lakói gróf Hadik Béla és Széchenyi Alice grófnő volt. A kastély a II. Világháború idején elszenvedett bombatalálat miatt súlyosan megrongálódott. Sokáig üresen állt, majd az 50-es évek elejétől a Videoton gyár raktáraként szolgált. Az U-alakban elrendezett épület középső szárnya emeletes, hátsó szárnyai földszintesek. Újjászületése a 80-as években a Taurus gumiipari vállalatnak volt köszönhető, így egészen 2008-ig kastélyszállóként üzemelhetett. Azóta sajnos egyre romló állapotban, üresen, elhagyatva várja sorsát.